Jól indult az év Helebrant Máté számára. A Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója esélyesként lát rajthoz a hazai rendezésű fedettpályás országos bajnokságon, és magabiztosan szerzett aranyérmet az 5 kilométeres távon. Először rendezték Nyíregyházan a fedettpályás országos bajnokságot az új atlétikai centrumban. Nagyon készültünk rá, és sikerült is megnyerni, illetve csak pár másodperccel maradtam el az egyéni csúcsomtól, szóval nagyon örülök neki, hogy az első fedettpályás országos bajnokságot, amit itt rendeztek meg, azt sikerült megnyernem. Utána igazából jól is folytatódott a versenyszezon, mert rá egy hónapra már sikerült megnyernem a 20 kilométeren is az országos bajnokságot, amit a szokásos helyen Békésebben rendeztek. Ott viszont már sikerült megdöntenem az egyéni csúcsomat, aminek rendkívül örültem, hiszen 2016-os Riói olimpián elért egyéni csúcsomat sikerült megdöntenem, és azóta igazából csak a hosszabbik távra az 50 kilométerre készültünk, és ez volt az első olyan év, amikor már nem 50 kilométerre készültünk, hanem a rövidebbik távra, a 20, illetve az új 35 kilométeres távra. Nyáron időben közelesett egymáshoz az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság és a müncheni Európa-bajnokság. Máté az utóbbin állt rajthoz a 35 kilométeres távon. Milyen jól indult a szezon, sajnos olyan rosszul végződött. Mi az Európa-bajnokságot választottuk a két nemzetközi verseny közül, amit Münchenben rendeztek meg. Hát úgy indultam neki, az volt a cél, hogy mindenképpen az első 8 helyezésben szeretnék végezni, amire egyébként reális esély meg is volt. Még így utólag is, ahogy az eredményeket láttam, bőven ott lett volna a helyem, talán még az első 6-ban is. De hát sajnos a sors megint közbeszólt, és 2008 óta most először állítottak ki versenyen, ami rendkívül meglepett, hiszen az elmúlt 14 évben nem volt probléma a technikámmal. Most valahogy, sőt, most már az EA táv első harmadába kiállítottak, szóval nem is az volt, hogy azután, hogy a végén, hanem már rögtön a 9 kilométernél összegyűlt 4 figyelmeztetésem. Így sajnos az Európa-bajnokságot eredmény nélkül fejeztem be. Hát ebből is tanulni kell, hogy hiába magabiztos voltam a technikámban, még jobban oda kell figyelnem, és talán még többet kell gyakorolnunk Józsibával. Pokrovenszky József tanítványa egy régóta húzódó problémát is orvosolt ősszel, így reményei szerint a jövőben már semmi nem zavarja felkészülését és versenyzését. Sokan nem tudták, mert nem nagyon híreztettem, de az egész szezont úgy csináltam végig, hogy a hasamnak az alsó része folyamatosan fájt. Januárban voltam több orvosnál, és mindenki izomgyulladásra gyanakodott. Aztán szeptember közepén, amikor az utolsó versenyemnek is vége volt, akkor jártam utána, és akkor találtam egy olyan orvost, aki végre megtalálta a pontos diagnózust, és akkor derült ki, hogy sérvem van. Rá két hétre már meg is műtöttek, és ezt követte egy 6-7-es felépülési időszak, és múlt héten sikerült elkezdeni újra az edzéseket. Hál' Istennek most már panaszmentesen, és teljesen egészségesen tudok edzeni, aminek nagyon örülök. Máté január elején 5-7-es portugáliai edzőtáborba utazik, majd február 18-án rajthozzá Nyíregyházán a fedettpályás országos bajnokságon. Jövőre az év fő verseny a budapesti világbajnokság lesz, ott szeretné jól szerepelni, picit tovább tekintve pedig már a 2024-es párizsi ötkarikás játékokat látja maga előtt a háromszoros olimpikon gyalogló.